Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy egy csalódott versenyzővel fogok találkozni, de hát te annyira fel vagy dobva a dacárának az egyszázadnak, hogy az hihetetlen. Nem érdekel az egyszázad, komolyan. Benne van a versenysportban, ha hihetetlen nagyot versenyeztem. Kiadtam magamból, ami bennem volt, és az a körülmény, amivel én felkészültem, az nem hittem volna, hogy lehetővé tesz, viszont mégis sikerült. Itt vagyok, Európa ezüstérmese vagyok. És kit érdekel, hogy mennyivel? Nem érdekel, mert inkább most kapjak ki, mint az olimpián. Ki tudja, mi lesz. Szerinted ez mi múlott? Ez rutintalanság volt? Tehát egy század? Ez egy benyúlás, szerencse kérdése? Szerencse? Hát hívhatjuk szerencsének, szerencsétlenségnek. Én ahogy készültem erre az Európa-bajnokságra, az nem felkészülés volt, hanem helyzetmegoldás, és nem pedig versenysportra való, hanem egy elég komoly, hát felnőttes viselkedést kellett tanúsítsak, ami nem volt könnyű. 3 hónappal ezelőtt én abba akartam hagyni az úszást, elegem volt, mert nem rólam szólt a sportom, hanem arról, hogy milyen családból vagyok, milyenek a felmenőim, és nem pedig rólam. És 3 hónap ezelőtt azt mondtam, hogy elég volt, befejeztem. És aztán mégis valahogy olyan emberek közé keveredtem, akik a barátaim, akik a mentoraim, akik segítettek, és átlendültek azon, ami bennem volt. És életemben először magam miatt csináltam végig egy versenyt. Magam miatt és azok miatt, akiket szeretek és akik támogattak engem, mert hihetetlen sok ember nyílt ki felém, nyíltam én is ki, és emberként viselkedhettem, ami szerintem sokkal többet ér, mint mondjuk egy nagy világverseny nyerése. Mert megtanultam szeretni, tisztelni az embereket. Még csak elkezdtem megtanulni, de nagyon sok utam, hosszú utam van még addig, de nagyon boldog vagyok, mert a magam erejéből és azokkal az emberek erejéből csináltam ezt végig, mindennek ellenére, mert nagyon nehéz volt ez a 3 hónap, komolyan, tehát nem vers, nem úszás volt, hanem maga a kőkeny életbe csöppent, úgymond bele, úgyhogy... De hogy kell ezt elképzelni? Tehát azt mondod, hogy azzal foglalkoztak, hogy milyen családból származol, ezt hogy kell elképzelni? Hát mindenki mondta, hogy mert ugye a nagypapám Gyarmati Dezső, nagymamám ez, szüleim azok. Azért nekem olyan könnyű, mert hogy a felmenőim, ez nem így működik. Sokkal nehezebb, mert az embertől elvárják a teljesítményt, a családja is, és... Ez okozott bajt, hogy nem tudsz megfelelni ennek az elvárásnak? Igen, azt hiszem, de mondom, 3 hónappal ezelőtt így erre jöttem rá, hogy nem magam miatt csinálom, hanem mert kell. És akkor mondtam, hogy de minek akkor, ha nem élvezem? És aztán mondom, olyan emberekkel találkoztam, akik megmutatták, hogy igenis érdemes, és igenis érdemes magam miatt. Mert mint Szilágyi Liliana akarok megállni, nem mint kinek az apja, vagy na szóval kinek a lánya, kinek az unokája, hanem mint Szilágyi Liliana is. Európai bajnoki ezüstérmes vagyok, és 100-ra meg 200-ra maradtam rá az aranyról és a bronzról. Ez benne van, mert tényleg ahonnan elindultam, én nem hittem volna, hogy az Európa bajnokságig kibírom, mint lelkileg, mert össze kellett volna törjek. Mégis itt vagyok, boldog vagyok, és tudom, hogy mit akarok, és tudom, hogy 75 nap múlva jó leszek, és érezni fogom, és egyre jobban tényleg érzem a ritmusát, és hogy mennyire erős vagyok, és tök jó. Szerinted ez elégtétel érzést okoz most benned? Vagy esetleg a külvilágnak? Tehát csattanós válasz az azoknak, akik úgy gondolták, hogy nem saját jogon tartasz ott, ahol tartasz? Nem a külvilág, ez az érdekes, hogy nem érdekel a külvilág. Van nekem egy belső elvárásom, mondom, 3 hónapja. Magam miatt csináltam. Tényleg az, hogy felkeltem, és nem érdekel, hogy mit mond kicsoda, hanem én vagyok, és magam miatt is szeretném megmutatni a világnak, hogy ki vagyok én. Szeretném megmutatni magamnak és azoknak az embereknek tényleg, akik körbevettek, a barátaim, a mentoraim, az edzőim, mert hihetetlenül jó emberekkel találkoztam, és megadták azt a hitet, hogy van szeretet a világon. Most ezek nagy szavak, de tényleg eddig annyira sok mindent tanultatott a 3 hónap alatt, és hihetetlen érzés, hihetetlen élmény, és sokkal többet ér, mint hogyha bármilyen világverseny megnyernénk, mert ez az élet úgy van, és nagyon boldog vagyok, tényleg ezüstérem ide vagy oda, 100-ad ide vagy oda, 200-ad, nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás vagyok.